Az elmúlt hétvégén Balatonfűszfőn rendezték a triatlonosok rövid távú országos bajnokságát, mely egyben a triatlon sorozat második állomása is volt. A Mogyi Ese felnőtt versenyzői közül Bajai Péter 6., Faldom Gábor 11. helyen ért célba. Sajnos ebbe a mi versenyünk való készülődésben nem túl sok időt tudtunk fordítani az országos bajnokságra felkészülés gyanán, tehát nem terveztük be ezt főversenynek, úgymond edzésből, illetve így mentünk el a versenyre ilyen készülésből. Hát ennek megfelelően is sikerült. Bár azt gondolom, hogy a Petinek a helyezése az megfelel a valóságnak. Gyakorlatilag harca volt az első helyezésért is. Egy jó bolygól kezdte meg a futást, hát a futás úgy sikerült, hogy ezt tudta belőle kihozni. Én azt gondolom, büszkék lehetünk egy országos bajnoki pontszerző helynek is. A helyezésben kicsit jobbra számítottam. A verseny jól alakult, jót úsztunk, utána egy 7-8-an elbringáztunk, közel több mint másfél perc előnnyel szálltunk le. Futásom, mert igazából nem állt össze. Jobbra számítottam, de így alakult. A tavalyi összetett győztes Faldom Gábor teljesítményét erősen befolyásolta két héttel ezelőtti bukása, mely után viszonylag keveset tudott edzeni, így most egy újbóli alapozásnak kellett nekiállnia, hogy az éves főversenyére, az U23-as világbajnokságra remek állapotban legyen. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a következő hétvége már a bajai verseny jegyében fog eltelni. Vasárnap az immár hagyományos sprinttávú OB futamai lesznek, míg szombaton első alkalommal ad otthont Baja a Váltomix országos bajnokságnak, melyben két lány és két fiú alkot egy csapatot. Bajai lányokat válogattunk, Faldum Gábor meg én, a fiúk biztosak voltunk, két lány, Lökös Melinda és Resá Zsanett fog velünk indulni az A csapatban. Hogy történt a kiválasztás? Miki kijelölte. Most nem vagyunk lányfronton olyan erősek, mint mondjuk évekkel ezelőtt, hogy gyakorlatilag a legerősebb lány sorunk volt az országban. Nem mondom, hogy gyengék, de nem vagyunk már azon a szinten, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt Kokrenátával vagy Poros Tímeával. Én úgy gondolom, hogy is elég erős csapatot tudunk kiállítani. A szokásoknak megfelelően a versenyzők a halászpart előtti öbölben fognak úszni, a belvárosban kialakított pályán kerékpározni és a Sugovica partján futni. A második nap délután az Én Te Ő Váltó keretében a sportág iránt kedvet érző bátor jelentkezők is kipróbálhatják a triatlont korhatár nélkül. A szervezők három fős csapatokat várnak, melyből a tagoknak egymás között felosztva kell teljesíteni a 200 méter úszásból, 4 km kerékpározásból és 1 km futásból álló távot. Lejönnek vasárnapi nap, ha kíváncsiak megnézni a versenyt, és vasárnapi nap kitöltenek egy Én Te Ő nevezési lapot, és gyakorlatilag a nevezési díj befizetésével már el is indulhatnak a versenyen.